Most fekete lesz szerintem. Nem. Kárzsa? Nem, biztos nem kárzsa. Taxi? Taxi van. Oda már a fehér busz. Gyere, Anita! Hajrá, hajrá! Halihó, szevasztok! Szervusz, szervusz! Szia, csinálom! Halihó, szevasz! Hello! Tripla győzelem a mai nap! Igen, tripla győzelem a mai nap! Gyerekek! Azt hallottam a Kápolna utcát, a picit nem tudtam most. Szia! Hello! A Friciről nem tudtam, csak az én nyomozati anyagomban benne van, hogy történt ilyen, de nem tudtam róla semmit nyilván. Nem, honnan tudtad volna. Nem, hát ugye ott benne nincsenek hírek. Meg állítólag nem is nagyon volt a hírekben. Az a ő. Frici? Aha. Ő nem. Ugye. Hello, szia, bocsássatok meg, csak itt. Sziasztok. Én hajmutatkozok meg Brigitta. Szia. Kóka vagyok. Sziasztok. Sziasztok. Hú, gyerekek, mesélj a történet. Mesélj valamit. Azért nem volt az abszem, mert ez 8 év, amivel vádolnak. Tudjuk. Úgyhogy, mondtam neked előre. Úgyhogy ez, nem az, az a része, az nem, hanem amit ráültettek erre, tehát ez a terrorizmus. Emlékszem, mondtam neked, hogy erre oda kell figyelni. Hát nyilván mindenki mondta, hogy oda kell figyelni, senki nem mondta azt, hogy a terror, a rongálásról beszélt mindenki, de az nem egy akkora történet, a rongálással való fenyegetés. A terrorizmus az igen, tehát az... Viszont megvan a paragrafus, hogy miért nem áll meg. Egyébként teljesen úgy nézek, hogy egy terrorista. Úgy is, hát a benne, igen. Főleg most már egy szőrös is. Igen, onnantól kezdve, hogy tudták, hogy terrorizmussal vádolnak, teljesen jó lett a hangulat az őrökkel. Addig is jó, mert jó fejek voltak, de addig bűnözőként kezeltek, onnantól kezdve hősként. Csak, akkor én hazavisszak titeket, jó? Jaj, köszönöm szépen, köszönöm, nagyon jó. Másik ügyvéd úrral, és pont a meghatalmazást írtam alá, éppen aha, kész voltunk, amikor kaptuk a telefon. Jó, mert most majd meg kell beszélnünk, most meg két ügyvéd, gondolom nem kell azért, vagy nem tudom, hogy van ez, majd beszélünk. Figyelj, Tatár Józsi szerint nem baj az, ha van. Nem baj, ha van három, az se baj. Barabásra is úgy csináltuk, hogy a család megbízott egy ügyvédet, én hittem a Csabit, és végül is az vezetett eredmény. Jó, nyilván meg kell nézni, most már van egy csomó papír, ezt majd át fogjuk vele beszélni. A Tatár Józsi fölvette kapcsolatot a magyar mert ő tegnap nagyon jól kilatkozott róla a tévében. Na, szuper. Meg a Gaurinak Tamással is fölvettem. Ó, gyerekek, ez jó. Szuper, szuper. Tegnap a fő utcánál ott szintén ők nyilatkozatban megemlítettek téged. Na jó. Hogy nem te vagy a terrorista, hanem a szent kilövetők, mert ott voltunk a tárgyalásra. Szuper. Jó, szuper. Menjünk, jó, mert várnak közben jó. A Zsoltra. Akkor mi megyünk a cinegébe. A cinegében megy minden rendesen, ugye? Megy. Jó, gyerekek, holnap 8:30 vagy 9 legyen, amikor oda összehívunk egy sajtótájékoztatót. Majd kiírod. De mi legyen nektek? Ja, nincs gépem nekem. Én 8:30 is jó. Akkor kiírom. Jó, írj léci, holnap 8:30 sajtótájékoztató a Cinege út 5 előtt, jó? Jó van. És oda jöjjön mindenki, jó sok. Jó van. Ilyesmit. Minden le van foglalva az. Az ugye, mert most csak a kiengedésről döntöttek, tehát a gyanúsítás még mindig tart. Jó van. Sziasztok, hajrá, köszönöm szépen! Sziasztok, köszönöm, hogy esek vagytok! Szia, Laci! Hajrá, sziasztok, majd esek! Üdvözlöm a hölgyeket! Hajrá, Laci! Hallod, egyelőre a saját számomon elértek, mert Anitához átcsönjük.